Az első győri Lions Club idén arra vállalkozott, hogy a gyermeksürgősségi ellátást támogatja. A cél az, hogy a balesetet szenvedett gyermekeknél minél hamarabb tudják elvégezni az orvosok a szükséges beavatkozást. Tudtuk meg Döncő Zoltántól. Laikus képzést, eszközhasználatot annak érdekében fejleszti, hogy egy bármilyen balesetet szenvedett gyereknél a leggyorsabban sikerüljön a beavatkozást elvégezni. Spissák István, a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének soros kormányzója elmondta, Győr az oroszlánok egyik fellegvára. De a magyar lajonok nem csak a vakokat, gyengéllátókat támogatja, hanem például a gyerekeket, a rászorultakat, akik valamilyen hátrányos az életmódjuk van, vagy az egészségükben hátrányos életet élnek. Szalánci Dóra 15 éves kiemelkedő támogatásáért kapott díjat, és idén is a jó ügy mellé állt. A irodánknak fő filozófiája volt mindig is, hogy egy nagyon nemes cél támogasson, és kezdetektől mindig ilyeneket kerestünk, és itt találtunk rá munkánk során a Lions Clubra, mint kapcsolatra. Dr. Horváth Eszter, a gyermekintenzív terápiáért alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hatalmas segítség számukra ez a támogatás, ugyanis képzéseik színvonala sokat fejlődik majd ezzel. Alapítványunknak egyik nagyon fontos, kiemelt területe az oktatás, méghozzá a gyermekkori sürgősségi állapotok ellátásának oktatása. Ezen oktatáshoz viszonylag drága eszközökre van szükség, hiszen ezeknek az eszközöknek képeseknek kell arra lenni, hogy a gyakorló mozdulatait elemezzék, számítógép segítségével elemezzék, és visszajelezzenek a gyakorló számára, hogy jól végzi-e, hatékonyan végzi-e a gyakorlatokat. Az esemény díszvendége Róna Péter, az Oxfordi Egyetem oktatója volt. Az esten előadásában a Magyarország gazdasági helyzetéről beszélt, és arról, miként tudna hazánk újra felzárkózni. Elmondta, szemléletváltásra volna szükség hazánkban, és több figyelmet kéne fordítani a hozzáadott tudásra, oktatásra. Alaptermékekből, félkész termékekből és bérmunkából nem lehet egy virágzó gazdaságot felépíteni. Na most az elmúlt 20 évben erre sajnos nem igazán figyeltünk oda, aminek következtében a magyar gazdaság és termelés szellemi tartalma nemhogy nem nőtt, hanem egyenesen vissza is esett ahhoz viszonyítva, ahol volt 20 évvel ezelőtt. A jótékonysági esten 1 millió forintot tudtak összegyűjteni a gyermekintenzív terápiáért alapítványnak.